A főszervező elmondása szerint az elmúlt években átlagosan 20-25 vajdasági pedagógus vett részt a továbbképzésen. A munkáink megtartásához szükséges az évi licensz, de ennek ellenére, ha nem lenne kötelező, akkor is jönnénk, és azért választom mindig ezt az akadémiát, mert nagyon jó magyarországi előadók vannak. Tehát ha már választhatok pusztán hazai módszertani előadások és magyarországi szakmai előadások között, akkor azt fogom választani, amiből szakmailag és emberileg is épülhetek, és ezt az akadémiát tartom a legszínvonalasabbnak. Igyekszünk mindig valamilyen egészséges egyensúlyt találni az irodalmi, nyelvészeti és a történelmi témák között. A program összeállításánál fontos még a nemzeti történelmi fontos dátumok, tehát ezek egy bizonyos eseménynaptár alapján is igyekszünk előadókat meghívni. Nem csak előadók érkeznek Magyarországról, hanem az idén először egy újságíró is jött Budapestről. Én a külhoni média kapcsolatokkal foglalkozom, a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt-nél, és hát rendkívül érdeklődéssel fogadtam ezt a kezdeményezést, ezt a meghívást, és nagy örömmel veszek részt. A célom elsősorban a kapcsolatok ápolása, építése a külhoni magyarsággal. A Politikai Iszlám Tanulmányok Központjának kutatója előadásában arról beszélt, hogy miért kell foglalkoznunk nekünk, nem muszlimoknak a politikai iszlámmal. Nyugat-Európában már manapság beszélni az iszlámról a politikai korrektség miatt szinte lehetetlen, és ami még inkább lehetetlen, kritikusan fordulni az iszlám alapművei felé. Mi ezt tesszük, mi azt mondjuk, hogy nem muszlimként mi megtehetjük, hogy logikus gondolkodással, kritikai megközelítéssel olvassuk az iszlám alapműveit, pont azokat, amit a muszlimok egyébként maguk is használnak és hitelesítettek. A Politikai Iszlám Tanulmányok Központja nemzetközi szervezet, amely 12 országban aktív, magyar nyelvterületen 2 éve működik.